Szegedi Kis István napokat több év óta, több évtizede rendez az iskola. Csak most az az érdekesség, hogy a Magyar Napok helyett rendezzük, és kicsit előrébb hoztuk, mint hagyományosan szokott lenni. Korábban a Szegedi Kis István napokat mindig húsvét előtt rendeztük, de most arra gondoltunk, hogy legyen a húsvét előtti nagy hét egy kicsit csendesebb. És Magyar Napokat az idén nem rendezünk, hanem helyette úgy gondoltuk, hogy a természettudományos projekteket fogjuk beemelni. A Szegedi Kis István napokon most természettudományos projektmunkákat is adtunk meg a gyerekeknek. Itt többen készültek fizikából, illetve biológia témából, és lesznek nagy előadóink, jön Csókássy Pál László, bibliakutató és a Csillagászati Egyesület tagja. Jön Marosán Csaba Kolozsvárról, kolozsvári színész, ő lezárja az aranyévet, és a harmadik napon pedig lelki dolgokról fogunk beszélni, és Délnagy Gábort fogjuk hallgatni, ő pasztorál pszichológus. Ő fog előadást tartani a gyerekeknek egy lelki épülés témakörbe. Ötvözni próbáltam most a Magyar Napokból néhány munkaformát, a Szegedi Kis István napoknak a lazább szerkezetével, ezért vannak tudományos versenyek, matematika, biológia, földrajz, történelem, és vannak játékos feladatok. Sportvetélkedő, van társasjáték, van tetris, van sakkbajnokság is, tájfutásunk is. Ezt majd holnapi napon próbáljuk megcsinálni. Lesz közös éneklés, közös tánc, ismerkedési est, táncház, úgyhogy hát sok programmal álltunk elő. Remélem mindenki jól fogja érezni magát. Úgyhogy most nagy a várakozás bennem, hogy hogy fog ez sikerülni, mi lesz a visszhangja. Idáig úgy látom, hogy a gyerekek érdeklődnek, és akkor ezt most próbáltuk itt megvalósítani. Most kezdjük. Az Úr bír az egész földet, és minden benne élőket, övé a földnek kereksége. Mit a tengeren épített, folyó Muszáj egy ünnepi, emblematikus mondatot idéznem, foglalkozási ártalom, hogy a Bibliából teszem. A Jób könyve 37. részének a 14. versében a szenvedő Jobnak a jobbik barátja a négy közül, Elihu, a következőt mondja Jobnak. Most figyeljetek! Állj meg, és gondold meg az Isten csodáit. Hadd ismételjem meg. Állj meg, és gondold meg az Isten csodáit. A Szegedi most egy kicsit megáll. Egyszerűen valakinek az agyából valamikor kipattant, hogy a Szegedinek egyszer meg kell állni. Nem úgy, hogy vége lesz neki, hanem vagy Magyar Napok címén, vagy most Szegedi Kis István Napok címén megáll, és meggondolja az Isten csodáit. Fiatal lelkipásztor koromban egyszer nem motorbiciklivel, hanem gyalog mentem egyik faluból a másikba prédikálni, mert nekem az úgy tetszett, elindultam már ebéd után, hogy estére odaérjek, és két csodáját láttam meg az Úristennek azon az úton. Az egyik egy vízesés, amit állítólag úgy el volt rejtve, hogy addig kevesen láttak. Kicsike, aprócska, de valami gyönyörűséges. A másik, azon az úton az a csoda történt velem, hogy rájöttem, hogy tudok fára mászni. Két vaddisznó csörtetett arra, nem én érdekeltem őket, hanem egymást.
De rájöttem, hogy én olyan fizikai erőt tudok kifejteni, amire akárki biztatott volna, azt mondtam, hogy nem tudom. Állj meg, és gondold meg az Isten csodáit. Lesz itt természettudomány. Lesz itt humán tudomány. Lesz itt ügyesség. Lesz itt alkotói talentumok megnyilatkozása. Lesznek itt ízek, lesz itt mozgás, lesz itt egymásra mosolygás, lesz jövés-menés, lesz élet. És el nem hiszitek, hogy egy-egy napra megállni, az nem kevesebb annál, mint hogy ezekben az ember megáll és meggondolja az Isten csodáit. Így hívlak benneteket legendák nyomába a csillagösvényen majd. Csókás Pál biblióktató majd jön és elvezet bennünket csodákat látni. Hallgatjuk a bomlott szimbalmot, Arany János ismeretlen arca. Derül ki, derül fel. Benne Marosán Csaba színművész Kolozsvárról. És idézőjelbe ez a kötelező semmi D. Nagy Gábor, teológus, pásztorál, pszichológus. Majd ott a tornaterembe. Hű, mi hangzik ott el? Nehogy úgy gondolkodjatok, hogy hogy lehet a végére elfogyni, hanem sokan lenni az elején, mint most, és egyre többen a végére, mert hallottátok, hogy miket soroltam el, meg lehet állni és meggondolni az Isten csodáit, hogy én Uram, én Istenem, mennyi mindennel több és más van, mint amit én csupán az érzékeimmel érzékelek. Mennyi minden van, amit csak belülről a szívemmel látok, ha akarok. Tudunk tudatosan vakok lenni, ha akarunk, és tudunk tudatosan látóra nyílt tekintettel körbenézni a végtelenbe, ha akarunk. És befejezésül, ha keresztül szúr a szemével Gelléné Körözsi Eszter tanárnő, akkor is azt mondom neki, hogy nagyon szépen köszönöm. És mindenhez nagyon jó szórakozást, szép belső látást és jó meggazdagodást kívánok mindenkinek, vendégeknek, helyieknek egyaránt. Köszönöm szépen! Jövőre nem én leszek ennek a projektnek a felelőse, mert az én osztályom már ballag. Hogy kinek fogom átadni, úgy gondolom, hogy a következő generációnak talán át tudom adni a mostani tizenéveseknek. Ami jó, remélem megtartják, ami nem volt jó, azt kijavítják, és megyünk tovább.